engem is boldoggá tett, hiszen egy légtérben voltunk, nem a külön kis szobájában, a kis ágyban feküdt, hanem ott volt a nappaliban. Komáromi Áront hónapok óta ringatja az édesanyja rendszeresen a vándorbölcsőben. A júniusban született Áron itt sokkal nyugodtabban alszik, mint a kiságyban feküdne, és az édesanyja is több időt tud fordítani a házi munkára. Így nem a kiságyban kellett Áront lefektetnem és altatnom, hanem a bölcsőben, ami ringatózik is, ami egy légtérben van jelenleg a nappalival és a konyhával. Így én, mint feleség, tudtam főzni és helytelni, Áron pedig jól érezte magát, ahogy ringatózott. A vándorbölcső programot a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom tagjai indították el, a fabölcsőt pedig az egyik szekszárdi szakképzőiskola diákjai készítették. A kezdeményezés célja, hogy így tegyék újra népszerűvé a bölcsőben ringatás több száz éves hagyományát, és hogy felhívják a figyelmet a bölcsőnek a gyerekek fejlődésére gyakorolt pozitív hatásaira. Könnyebbség is az anyának, hogy ott van egy bölcső, tudja ringatni folyamatosan mozgásban. Mozgásban van az anya, és ugye az anyamébe is ezt éli meg egy kisbaba, és ettől nagyon jó hatással van, és hogy megnyugtatja őket ez a ringatózó mozgás, ez a pozitív élettani hatása. A program során egy-egy család néhány hónapig használja a bölcsőt, utána pedig továbbadják azt újabb jelentkezőknek. A szekszárdi bölcsőt most tudják igényelni a kisgyermeket nevelő párok. Jelentkezni a pintér.dóra@háromkirályfi.hu e-mail címen lehet. A három az számmal írva, és utána királyfi.hu, illetve a Vándorbölcső Szekszárd Facebook oldalon keresztül lehet jelentkezni. A program jelentkezői közül egyszerű sorsolással választják majd ki, hogy hova kerülhet legközelebb a bölcső.